Az Esterházy Ferencet ábrázoló képmás nem egyszerűen arckép. A gróf különleges díszruhát és ékszert visel. De mi is ez a gyémántokkal kirakott csillag? Mi ez a hímzett palást? Esterházy Ferenc tárnokmester és Pálffy Szidónia gyermekei közül a második fiú volt Ferenc. Hivatali és udvari karrierje bátyjával, Miklóssal együtt ívelt felfelé, Mária Terézia királynő uralkodása alatt a legmagasabb méltóságokat töltötte be. A Lüneville-i Nemesi Akadémián töltött évek, majd az európai tanulmányút után visszatért Bécsbe. Lotaringiai Ferenc császár kamarása és bizalmasa, a bécsi udvar kedvence volt, bohém mulatságok és színházi előadások mestere, Kinkin Bece néven emlegették. Emellett magyar főrendiként politizált és szolgálta az uralkodót. Mosoni főispán, majd az udvari kamara tanácsosa, belső titkos tanácsos volt, 1762-től pedig a Magyar Királyi Kamara kancellárja, majd főkamarás, főudvarnagy, 1783-tól Horváth bán. Ő volt a bécsi szabadkőműves páholy nagymestere. Halálára komponálta Mozart szabadkőműves gyászzenéjét. 1764-ben a magyar rendek felé tett gesztusként, éppen Esterházy Ferenc javaslatára, Mária Terézia királynő megalapította az első királyunkról elnevezett Szent István lovagrendet. A rend nagymestere, a mindenkori magyar király, a rend első kancellárja pedig Esterházy Ferenc volt. Ekkor készítette el a gróf reprezentatív, egész alakos képmását a Szent István rend vörös és zöld, hermelin szegélyes lovagrendi ornátusában, mellén a rendjellánccal és csillaggal. A Franz Anton Palko által készített nagy festmény elveszett, a róla készült metszetet ismerjük csupán, illetve rendelkezésünkre áll ez a festmény, amely a nagyképnek a másolata és részlete. Valaha ez is nagyobb lehetett, nyilvánvaló, hogy megcsonkították, körbevágták. A festményen jól látszik a hímzett díszviselet, a rendjel Szent István és Mária Terézia névbetűiből formált lánca és gyémántokkal kirakott csillaga.